Esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert primási főszékesegyház, vagy hétköznapi nevén Esztergomi bazilika, klasszicista és óegyiptomi stílusban épült az Esztergom-Budapesti főegyházmegye főkatedrálisaként 1822 és 1869 között. Méreteit tekintve Magyarország legmagasabb és Európa harmadik legnagyobb templomépülete, hiszen az altemplomtól a kupoláig magassága a 100 métert is eléri. A kupolába a bazilika bejáratától 400 lépcső vezet fel. Korabeli feljegyzések tanúbizonyságot szolgáltatnak afelől, hogy a mai bazilika helyén már a középkorban is állt egy nagyboldogasszony és Szent Adalbert tiszteletére épült templom a Várhegyen. Az akkori épület román és gótikus stílusjegyeket hordozott magán, ám ez az épület a 12. században a lángok martalékává lett. Ezt a templomot III. Béla idejében felújították, később fokozatos bővítésnek vetették alá, mellékkápolnákat építettek hozzá. 1543-ban a hódoltság idején a törökök elfoglalták, végül a sorozatos ostromnak köszönhetően rommá vált. Romjainak egy részét Szulejmán szultán elhordatta, bástyát emeltetett belőle, vagy pedig a várfalak restaurálására használta őket. A mai értelemben ismert főszékesegyház megálmodója Rudnai Sándor hercegprímás volt, aki az épület terveivel egy úgynevezett Magyar Vatikánt kívánt létesíteni a Várhegyen, megteremtve ezzel Esztergomot egyházmegyei központtá. Ennek kivitelezése érdekében 1820-ban kezdett építészt keresni, aki megvalósítja álmait, így esett választása Kühnel Párra és az építész terveire. Ez a tervezet egy az egész hegyet befedő komplexumot jelentett volna, ám anyagi fedezet hiányába mindössze csak egyes részeit sikerült felépítetnie, melyek a következők. Esztergomi bazilika, hószeminárium, érseki palota és sötét kapu. Az eredeti tervek maketként a mai napig megtekinthetők a templomi kincstár hagyatékai között. Rudnai elképzelései azonban a bécsi udvar számára egyáltalán nem voltak megnyerőek, sőt, egyenesen ellenezték, hogy megvalósítsa őket, mivel nem akarták, hogy a Habsburg Birodalom legnagyobb épülete Magyarország területén kapjon helyet. Az ellenérvek ellenére végül 1822. április 23-án, Szent Adalbert napján ünnepélyes keretek között sor került az alapkőletételre, végül megkezdődtek az építési munkálatok. Az építkezés vezetője a templom építészmesterének unokaöccse Pak János volt, aki áthelyeztette a mai templom épületébe a Bakócz kápolnát. Az építkezések egészen Rudnai érsek haláláig 1831-ig folytak. Elsőként a jobb oldali első kápolna készült el, majd a kupolatartó dob egyik boltívének kialakítására került sor. A kápolna Szent István vértanú tiszteletére lett felszentelve. Az építési munkákat azonban a prímás halála után egészen 1839-ig jegelték, végül utódjának, Kopácsi Józsefnek püspöki hivatalba történő lépésekor folytatták. Ebben az időben azonban újabb haláleset történt, ugyanis az építésvezetőt, Pak Jánost otthonában meggyilkolták, ezért ismét leállították a folyamatot. Azért, hogy a templom mai pompájában tündökölhessen, a folytatásra Hild Józsefet kérte fel a püspök, akinek vezetése alatt 1846-ban felkerült a kupola tetejére a hatalmas kereszt. Végül a felszentelésre 10 évvel később, 1856-ban félkész állapotában került sor, Ferenc József császár jelenlétében.
bazilika alapterülete 5660 négyzetméter, hossza 118 méter, szélessége 49 méter, falai pedig Közép-Európában egyedülállóan 17 méter vastagok. Az épület középső részén álló kupolát összesen 24 darab oszlop tartja, az oszlopok mögött pedig 12 darab ablak helyezkedik el. A kupola méretei szintén említésre méltóak. Belső magassága 71,5 méter, átmérője 33,5 méter, a felette elhelyezett gömb 2,5 méteres, a kereszt pedig 7 méter magas. A főbejárat felől nézve 8 darab hatalmas, kompozit fővel ellátott oszlop tárul elénk, melyek a föléjük magasodó tümpanont tartják, továbbá, mint egy felvezetéseként szolgálnak a szintén hatalmas előcsarnoknak, a hátsó falon pedig a négy prímás címere látható a következő felirattal. Kőpit, Rudnai Sándor, Kontinuavit, Kopácsi József, Konszekravit, Sitovszki János, Konszumavit, Simor János. Vagyis e négy igen magyarul arra utal, hogy elkezdte Rudnai Sándor, folytatta Kopácsi József, felszentelte Sitovszki János, és befejezte Simor János. A címereket a bécsi Johann Hutterer készítette, továbbá a nevéhez fűződnek az oszlopcsarnok mögötti fülkékben elhelyezett szobrok is, melyek Hunyadi Jánost és Széchy Dénes bíborost ábrázolják. A főbejárat felett ismét latin felirattal találkozhatunk, amely a következő. Caput mater et magistra ecclesiarum Hungariae. Avagy a magyarországi egyházak feje, tanítóatya és anyja. A melléktornyokat összekötő boltívek és a főkapuzat felett elhelyezkedő alkotások az osztrák Johann Meixner munkái. Első kompozíció fő alaptétele a Jézus hívja Zakeust, a második, amely a bal toronynál látható a templom felszentelését örökíti meg. A nyugati homlokzaton Marco Casagrande szobrai foglalnak helyet, amelyek a négy evangélistát, Máté, Márk, Lukács és János, Szent Péter apostolt, valamint Szent László és Szent István királyt, illetve az egyházat ábrázolják. A bazilikába érve elsőként a főoltár képe vonja magára a figyelmet, mely Tiziano Vecellio a Frári bazilikában található képének, a Mária mennybevitele című képnek felnagyított mása. A kép a világ egyetlen vászonra festett olajképe, amelyet Michelangelo Grigoletti, velencei festőművész készített 1856-ban. A főoltár szobrait Pietro Bonani, az arannyal vont bronzdíszeket pedig a Danninger műhely készítette, míg az oltár mindegyik szobra magyar szobrászművészek munkái dicséri. Ugyancsak Bonani művei a bal oldalt elhelyezett Szent Kereszt oltáron található tabernákulum, a plastikdíszek és az angyalszobrok is. A szentélyben áll a márványból készített primási trónus, a papiszék, a kanonok és stallumok, illetve a szószék is. A papiszék mögött pedig az orgonát láthatjuk, a szentély mennyezetét Ludwig Moralt freskója, a Szentháromság diadala díszíti. Moralt a Müncheni Festészeti Akadémia tanára volt ebben az időben, és az ő művei még a négy nagy nyugati egyházatja, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent Jeromos és Szent Gergely pápa képei is. A kupola mennyezetén látható festményeket Antonio de Toma készítette, alsó peremén pedig reneszánsz betűkkel rakva az alábbi latin felirat olvasható. Assumpta est magistra isculum gaudent angeli. Azaz, Mária felvétetett a mennybe, örvendeznek az angyalok.
A kupola alatt elterülő márványberakású padlózat a csillagos égboltot szimbolizálja. Az imént már említett Szent Kereszt oltár olajfestménye sajátos elképzelés alapján született, ugyanis Grigoletti a bűnbeesés és megváltás kapcsolatát eleveníti fel festményén, méghozzá Ádám és Éva Jézus keresztje alatt a bal sarokban áll. A Szent József és a vele ellenben a jobboldali mellékhajóban lévő Szent Adalbert oltár Johann Meister művei, aki az előzőleg említett oltár márványszobrait is készítette. Utóbbi oltár mellett látható a magyar szentek oltár, melynek képét Grigoletti kezdte el festeni, de halála okán végül a félkész művet a bécsi Anton Meyer fejezte be. Az oltáron elhelyezett szobrokat, illetve a Szent Márton és Jézus szíve oltárokat a magyar származású Kisgyörgy készítette. A templom két kápolnának ad helyet, ezek a nyugati oldalon lévő Szent István bértanú és a keletin megépült Bakócz kápolna. A Bakócz kápolna az egyetlen olyan építészeti emlék, mely napjainkig őrzi a középkori székesegyház emlékét, habár igaz, azóta ezt a részt már átépítették. Oltárán a barokk korból származó Mária Pócsik egy kép díszeleg, melynek sok csodatételt tulajdonítanak, bejárata felett pedig Krisztus bevonul Jeruzsálembe című dombormű foglal helyet. A vele szemben lévő Szent István bértanú kápolna viszont ennek ellentéteként reneszánsz stílusban tükrözi annak a prépostsági rangra emelt fejedelmi helynek az emlékét, melyben Szent István született. Az oltárral átellenben Károly Ambrus az 1809-es pestis járvány idején elhalálozott esztergomi érsek síremléke található. A kápolna bejárata felett Krisztus a gyermekek között című freskó található. A bazilika altemplomába 57 lépcsőn juthatunk le, mely óegyiptomi stílusban Pak János tervei alapján készült. Az altemplomba leírve két Andreas Kroc szoborral, az elmúlás és az örök élet nevezetű alkotásokkal találkozhatunk, majd elénk tárul több száz sírfülke, melyek között fellelhetők a régi templomból a bazilikába telepített sírboltok is. Itt leltek örök nyugalomra többek között, mint Szenti József, Habsburg estei Károly Ambrus főherceg, Széchy Dénes, és Vitéz János maradványai más érsekek társaságában, még nyugati kripta részében Csernok János síremléke található.